A tavasz 17 pillanata. Negyedik rész. Az idő soha-soha meg nem áll. Szereplők. Stirlitz, Vyacheslav Tihonov, Bicskei Tibor. A pillanat úgy illantom a szám, mind gyors folyon suhanó hab, épp annyi csak. Csak fut velünk. Sláglelkész, Rosztyislav Fjat, Képesi József. Kéte, Jekatyerina Gradova, Kaldinóra. Schellenberg, Oleg Tabakov, Csénémet Lajos. Wolf tábornok, Vasili Lanovoy, Szokolai Otto. Müller, Leonid Bronyevoy, Hegyi Péter. Eismann, Leonid Kuravjev, Lőte Attila. Himmler, Nikolaj Prokopovics, Verebes Károly. Biztosítási ügynök, Viktor Szcseglov, Ács Gyula. Beszélő, Bod Béla. Magyar szöveg, Szalóki József. Hangmérnök, Bognár Gyula. Szinkronrendező, Vas János. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült 1974-ben. A pillanat. Justus Alexnek. Változatlanul az a meggyőződésem, hogy egyetlen komoly nyugati politikus sem hajlandó tárgyalni az SS-szel vagy az SD-vel. Miután azonban a feladatot megkaptam, megkezdem a végrehajtását. Az a véleményem, hogy ezt csak akkor oldhatom meg, ha az önöktől kapott adatok egy részét közlöm Himmlerrel. Az ő támogatásával lehetőségem nyílik rá, hogy megfigyeljem azokat a személyeket, akik önök szerint a feltételezett tárgyalások ügyében puhatolóznak. Jelentésem Himmlernek, amelyhez a részleteket itt szervezem meg az önökkel való konzultáció nélkül, segít nekem abban, hogy önöket a feltevéssel kapcsolatos összes hírekről tájékoztassam. Jelenleg más megoldást nem látok. A jóváhagyást Ervin csatornáján kérem a központtól. Justus. A lebukás szélén áll. Ha most egyenesen Himmlerhez megy, azonnal lebukik, és nem mentheti meg semmi. Még akkor sem, ha feltételezzük, hogy Himmler látszatra belemegy a játékba. De ez nem valószínű. Az SS birodalmi vezető úr ilyesmiket nem engedhet meg magának. Adjanak le neki holnap reggel haladéktalan és kategórikus tilos jelzést. Értem, Vladimir Nikolajics. Stirlitz Ervinhez ment. Várta a központ válaszát. Ervin álcázásképpen egy kis hangtechnikai cég tulajdonosa volt. Ez lehetővé tette, hogy sokat utazgasson az országban, és feltűnés nélkül embereket fogadjon a lakásán. Gyorsan, gyorsan! Indulj már! Ne aludj, te gané! Indulj tovább! Hozzok! Ne várd meg, hogy oda menjek és megmozgassalak! Igyekezzetek, lajáró! Gyerünk! Szaporál, szaporál! Gyerünk! Ne aludjon! Jó sokan összegyűltünk, ha most megint jönnek, akkor az Úristen sem ment meg bennünket. Itt nincs hova bújni előlük. Nem, ma már alig, ha jönnek, nagyon beborul. Gyerünk az isteni! Kinek beszélek? Füleden ülsz? Vigyétek már azt a gerendát! Gyerünk, gyerünk! Sehol a világon, gondolta Stirlitz, nem szeretnek úgy dirigálni a rendőrök, mint nálunk. Nálunk? Stirlitz hirtelen azon kapta magát, hogy úgy gondol Németországra, mint a saját országára. Paradoxon? Nem látjátok, tetvesek, hogy a kocsik rátok várnak? Mozogjatok! Nem erről nincs szó. Régóta él Németországban, szereti ezt a népet és hisz a jövőjében. Stirlitznek gyakran eszébe jutott az a nap,
amikor először látta Telmant. A tüntetők élén haladt, és a munkások védőkordont vontak köré. A forradalom katonájának lenni annyit jelent, mint megőrizni töretlen hitünket, a hitet, amelynek próbaköve az élet és a halál, mondotta egy gyűlésen Telman. És Telman a forradalom hű katonájának bizonyult. Mindvégig népe boldogulásáért harcolt. Gyerünk tovább, gyorsan! Gyerünk! Gyorsan tovább, tovább! Mi van? Ezt az utcát lezárták. Szíveskedjék másfelé menni. Miért kellett lezárni? Az angolok valami nagy hatású bombát dobtak le. Ripityára ment minden. Kőkövön nem maradt. Bocsáss, Standard Herr Führer, oda tilos. A tűzszerészek attól tartak, hogy időzített bomba is van ott. Akkor együtt repülünk a levegőbe. Mindenki elpusztul? Nehéz megmondani, Standartenführer. A mentők reggel óta megállás nélkül dolgoznak. A holviukból megmaradt valami? Ki tudja, hiszen látja, mi van itt. Súlyos agyrázkódással szállították a szülő otthonba. Órák múltak el, amíg kiásták a ház omladékai alól. Csoda, hogy életben maradt. Mámocska! Gospodi! Lengyel létére, valóságos kis óriás szült. Nem lengyel ez. Hát micsoda, orosz vagy cseh? Az igazolványa szerint német. Német igazolványt találtunk a kabátjában, a szerint a neve Catherine Kinn. Lehet, hogy másé a kabát? Könnyen lehet. Milyen pompás kis legényke, legalább 5 kiló. Igazi vasgyúró. Felhívjam a gestapót, vagy felhívja ön?
Hívja fel magad, de csak később. Még rengeteg munkánk van. Rendben van. Jó napot, Frau Kinn. Jó napot. Néhány kérdéssel zavarnám, ha megengedi. Érti, amit mondok? Igen. Majd igyekszem, hogy ne zavarjam sokáig. Honnan jött? A biztosítótársaságtól. Ugye... A férjem már nem él. Azt szeretném megkérdezni, hol tartózkodott a férje, amikor a bomba becsapott? Azt hiszem, a fürdőszobában. Maguknak még volt üzelőjük. Mert hogy az nagy dolog mostanában. Mi is majd megfagyunk a biztosítónál. Igen. A férjem szerzett egy keveset a gyerek miatt. Nem fáradt? Tehát meghalt. Sajnos szomorú hírrel jöttem önhöz, Frau Kinn. A férje meghalt. Igyekszünk segíteni mindenkin, aki végig szenvedte ezt a barbár légi támadást. Miben lehetünk a segítségére addig is, amíg a kórházban van? Azt hiszem, a táplálkozásáról gondoskodnak. Ruhaférjével pedig ellátjuk majd, amikor elhagyja a kórházat, önt is, a gyermekét is. Milyen aranyos kis csöpség. Kislány? Fiú. Sokat sír? Nem. Eddig alig hallottam a hangját. Azt gondolja, hogy az a jó, ha sokat sír? Az enyémek bőgő masinák voltak. Főleg éjszakánként. Néha úgy éreztem, szétmegy a fejem, ha rázendítettek. De az enyémek nyeszlettek voltak, a magái meg vasgyúró, és a vasgyúrók szűkszavúak. Szíveskedjék, kedves Frau Kinn, még egy kérdésemre válaszolni. Meg tudja mondani, milyen összegre szólt a biztosításuk? Nem tudom, az ilyesmit a férjem intézte. És azt sem tudja, melyik fiók irodánkban kötötték a biztosítást? Azt hiszem, a Kürfürstendamm és a Kahnstrasse sarkán. Az a 27-es számú fiókunk, így lényegesen könnyebb lesz a dolgunk. És a biztosítási összegre semmiképpen sem emlékszik. Úgy rémlik, hogy 10 000 márka volt. Tekintélyes összeg. De kérem. A fiatal anyáknak nem szabad sírniuk és idegeskedniük. Hallgasson egy 3 gyerekes apára. Az ilyesmi azonnal hatással van a kicsire, és akkor megmutatja a hangját. Önnek most már ő rá is gondolnia kell. Őnek itt teljes értékű anyára van szüksége. Minden fájdalmat le kell gyűrnie az ő érdekében. Igaza van. Nem fogok sírni. Megpróbálom. Hol élnek a rokonai? Társaságunk segít, hogy felkereshessék önt. Fizetjük az úti költségüket, és szállást biztosítunk a számukra. No persze, a szállodák nagy részét lebombázták, vagy katonai célokra kellenek, de van néhány kényelmes magánlakásunk. Hozzátartozói meg lesznek elégedve. Hová érjünk tehát? Königsbergben maradtak, úgyhogy nem is tudom, mi van velük.
Na és a férje rokonai? Kivel közöljük a szomorú hírt? A rokonai Svédországban élnek, de nem volna jó írni nekik. A nagybátyja lelkes német barát. Ezért arra kértek minket, hogy ne is írjunk nekik. Ritkán küldtünk neki levelet, és akkor is a követségen keresztül. A címére nem emlékszik? Ha nem haragszik, előbb megszoptatom a kicsit, és aztán lediktálom a címet. A világért se szeretnék zavarni. Arra kérem, Frau Kinn, hogy amíg leírom a férje nagybátyjának a címét, nézze meg, ezek között van-e az önök holmia. A házukból való holmik egy részét sikerült megtalálnunk a bombázás után. A maga nehéz helyzetében már egy bőrönd is sokat jelent. Természetesen megismerte a bőröndöt, amelyben a rádió adóövőt őrizték. Valamit el is adhat, hogy megvehesse a kicsinek a legszükségesebbeket. Bár igyekszünk mindent előteremteni önnek, mire hazamegy innen, de azért mégis. Franz. Pakénen. Gustav Georg Platz. 25. Stockholm. Igen, köszönöm. Nem fáradt el? Egy kicsit. Nézze meg jól, és már nem is zavarom tovább. Nem. Nincsenek közte a bőröngyeink. Köszönöm, Frau Kinn. Ezek szerint ezt a kérdést is elintéztük. Néhány nap múlva megint benézek, és tájékoztatom önt az eredményekről. Az ügyintézési költség, amit kénytelen leszek elfogadni, jelentéktelen kis összeg, meg sem fogja érezni. Nagyon hálás leszek önnek. Himmler városszobája. A belépőt is. Karl Wolf Obergruppenführer, SS törzsparancsnok. Obergruppenführer, telefonáltak a repülőtérről, a gép indulásra kész. A startengedélyt megkapták, de estére az időjárás megváltozhat. Néhány perc múlva indulok. Hívja fel, kérem, a repülőteret. Igenis. Obergruppenführer, itt az anyag, amit a birodalmi vezető az ön számára kért. Majd elolvasom az autóban. Ön velem jön és visszahozza. Ezt innen tilos kivinni. Csupán néhány sor az egész. Rendben van, akkor menjünk át önökhöz. Kérhetem Schellenberget. Wolfot Bernbe küldtem, hogy kapcsolatba lépjen Dallessal. Szerintem nagyon okos dolog. Ez őrültség, Schellenberg. Őrültség és kalandorság. Az egész akció kudarcának a lehetőségére céloz? Én az egész kérdéskomplexumra gondolok. Ön az oka. Ez az ön műve volt. Ön beszélt rá erre a lépésre. Ha Wolf küldetése
kudarcot vallana, hozzánk futna be minden anyag. Megeshet, hogy előbb a bécsihez kerül. Bocsánat, nem értettem. Kaltenbrunnerhez. És ki tudja, hogy ő aztán kihez továbbítja? Bormannhoz vagy hozzám? Maga is tudja, hogy mit csinál Bormann, ha ilyen jellegű anyag a birtokába kerül. És könnyen elképzelheti, hogy reagál majd a Führer, ha elébe teszik, különösen Bormann kommentárjával. Én számoltam ezzel a lehetőséggel is. Miféle lehetőséggel? Elemeztem azt a lehetőséget is, ha ezek a dokumentumok Bormannhoz kerülnek. Először is. Wolf nem a saját és még kevésbé az ön nevében fog tárgyalásokat folytatni Dallesszal, hanem Kesselring nevében, akinek ő alárendeltje. Wolf az olaszországi parancsnok helyettese, és így nincs közvetlenül önnek alárendelve. Ez helyes. Ezt korábban kigondolta, vagy most jutott az eszébe? Akkor jutott eszembe, amikor megtudtam, hogy Wolf utazik. Üljön le. Köszönöm. Rágyújthat. Köszönöm. Megengedi? Himmler tudta, hogy Schellenberg kemelt szív, és számára más cigaretta nem létezik. Egyszer azután, hogy Amerika belépett a háborúba, megkérdezte tőle, honnan szerzőn az ellenség cigarettáit? Schellenberg nevetve válaszolt, ha az ember amerikai cigarettát szív, mindjárt kikiáltják hazaárulónak. Himmler ezt nem felejtette el. Minden lehetőséget elemeztem, még a legkellemetlenebbeket is. És pedig? Mi lesz akkor, ha Kesselring, vagy ami még rosszabb, Göring a patronusa, ha sor kerül rá, alibit tud felmutatni az ügyben? Ezt meg tudjuk akadályozni. Gondoskodjék erről idejében. Mi gondoskodunk. De ön az előbb bölcsen bekalkulálta a mi játékunkba Kaltenbrunnert, az ön helyettesét is. Ő gondoskodjék erről a lehetőségről. Ő és Müller. Na jól van, de hát mit javasol? Javaslom, hogy lőjünk két fácánt egy tölténnyel. Az ritkán sikerül. Különben sem vagyok vadász. Én sem. A Führer arról beszélt, hogy a szövetségesek a szakítás szélén állnak. Tehát a szakadás elősegítése szerintem egyik legfontosabb feladatunk. Nos? Nem vállalkozom annak megítélésére, hogyan vélekedik Sztálin, ha tudomást szerez Wolf külön tárgyalásairól. Azt nem merem megjósolni, hogy Sztálin hogyan fog vélekedni. De hogy cselekvésre készteti, abban egy pillanatig sem kételkedem. Következésképpen Wolf küldetése, amit mi természetesen Sztálin félrevezetése céljából szervezünk, a Führer javát szolgálja. Vagyis tárgyalásaink tulajdonképpen Sztálin elleni blöffök. Ezt jelentjük a Führernek, ha az akciót bárki leleplezné. Majd gondolkodom azon, amit mondott. Érdeklik önt a részletek, vagy megengedi, hogy azokat én dolgozzam ki? Dolgozza ki maga. Tulajdonképpen ebben az ügyben nem lehetnek részletek. Mire gondol ön konkrétan? Először is a fedőműveletre. Be kell dobnunk valakit, valami idegen szemét, a nyugattal való tárgyalásokra. Aztán erről az emberről teszünk jelentést a Führernek. Ez egyúttal a mi felderítő szolgálatunk győzelme is lesz. Meghiúsítottuk az ellenség sötét terveit. Így nyilatkozik majd Goebbelsz. Nincs igaza? Másodszor. Sok-sok szem figyeli majd Wolf tábornokot Svájcban. Miért ne lehetnének közöttük a mi ügynökeink is, akik azonnal jelentéseket küldenek nekünk.
Kihez kerülnek ezek a jelentések? És ki küldi azokat? Kinek az embere? Az enyém vagy Mülleré? Intelligens, a pillanatot józanul értékelő vagy fanatikus? A Kaltenbrunner félékből. Következésképpen azt szeretném, ha a te mérdek angol száz titkos ügynök között a mi 5-6 emberünk is szemmel tartaná Wolfot. Ő nem fog tudni a mi embereinkről. Azok ugyanis közvetlenül nekem küldik az információikat. Mindennek betetőzéséül ez a harmadik alibi. Lebukás esetén fel fogjuk áldozni Wolfot. De a megfigyelését bizonyító jelentések a mi alibinket igazolják. Az önét? Az ön alibiét? És kit akar oda küldeni? Az első művelet megoldására kiszemelt jelöltek név sorában Stirlitz szerepelt az első helyen az általa beszervezett pappal. Van már konkrét jelöltje? Kitűnő jelöltem van. De ez részletkérdés. Magam is megoldom, hogy önt ne vonjam el a fontosabb ügyektől. Köszönöm. Elmehet. A Gestapo kerületi irodájának nyomozója. Hivatott, Sturmbannführer. Igen, jöjjön csak, Lemke. Itt vannak a fényképek arról a bizonyos bőröndről. Vigye el őket azonnal a szakértőhöz. Volt még egy kevés abból a különleges norvég lakból. Remekül rögzíti az új lenyomatokat. Csinálják meg minél előbb. A rádióvevőről vett új lenyomatokat már megvizsgálta a szakértő. No. A szakértő szerint ugyanaz az új lenyomat van a rádión, ami a bőröndön is. Úgy, na és? Az utóbbin azonban kicsi elmosódott, silány minőségű, vulkánfiber. Hozza ide a jelentést. 1945. február 23. 9 óra. A harmadik Belarus front csapatai sikeres támadást folytattak Königsbergtől délnyugatra. Első Belarus front csapatai a lengyel hazafiak támogatásával egy hónapos ostrom után szétverték a bekerített ellenséges csoportosulásokat és elfoglalták Poznan városát. február 23. a megalakulásának 27. évfordulóját ünneplő Vörös Hadsereg büszkén tekinthetett vissza 40 napos téli hadjáratának eredményeire. Az évforduló alkalmából közzétett parancs összegezi az 1945. január-februári offenzíva sikereit. 1200 kilométeres arcvonalon megtörték az ellenség védelmét a Kárpátoktól a Balti-tengerig. Kelet-Poroszországtól a Visztula alsó folyásáig 270 kilométert. A Varsótól délre alkotott hídfőállástól az Odera alsó folyásáig 570 kilométert. A Sandomierzsi híd főállástól Német-Szilézia belsejéig 180 kilométert nyomultak előre a szovjet csapatok. 300 városból üzték ki a hitleristákat, mintegy 100 hadiüzemet elfoglaltak. 2400 vasútállomás és több mint 14 ezer kilométer hosszú vasútvonal került a Vörös Hadsereg ellenőrzése alá. Az ellenség élő erőben és technikában óriási veszteséget szenvedett. A szovjet kormány meleghangú üdvözlő táviratot kapott Rooseveltől a Vörös Hadsereg jubileuma alkalmából. Most, amikor küszöbön áll a náci elnyomók fölötti közös győzelmük, legőszintébb jó kívánságaimat küldöm önöknek a Vörös Hadsereg fennállásának 27. évfordulója alkalmából. Jaltában hozott fontos határozataink meggyorsítják a győzelmet és lerakják a tartós béke szilárd alapjait. A Vörös Hadsereg győzelmi sorozata a szövetségesek fegyveres erőinek délen és nyugaton kifejtett erőfeszítéseivel együtt biztosítja közös célunkat, az együttműködésen alapuló világbékét.
Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke távirata így hangzik. A Vörös Hadsereg olyan diadallal ünnepli meg fennállásának 27. évfordulóját, amely határtalan elragadtatást kelt szövetségeseiben, és amely eldönti a német militarizmus sorsát. A jövő nemzedékek ugyanúgy hálával fognak adózni a Vörös Hadseregnek, mint mi, akik a nagyszerű győzelem tanúi lehettünk. A Szovjetunió legfelsőbb tanácsának elnöksége az évforduló napján érdemrenddel és érdeméremmel tüntette ki a hős francia-normandia egység 45 tisztjét. 1945. február 23-a 9 óra. Stirlitz kihallgatást kért Himmlertől. Ez rendkívül kockázatos lépés volt, de más lehetőséget nem látott. Igen. Rendben van. Kérem. Ebben a dossziéban volt Stirlitz Himmlerhez írt levele. Most, hogy Erwin halála után összekötő nélkül maradt, nem látott más megoldást. Hogy teljesítse a központtól kapott parancsot, szüksége volt Himmler támogatására. Vagyis arra, hogy feladatot kapjon a birodalmi vezetőtől, és hivatalos megbízatás leple alatt kezdjen puhatolózni, kiszándékozik külön tárgyalásokat folytatni a nyugattal. Ezért fél órával ezelőtt a következő levelet írta. Heinrich Himmler SS birodalmi vezetőnek. Szigorúan bizalmas. Saját kezű felbontásra. Birodalmi vezető. A nemzet érdekei arra késztetnek, hogy önhöz forduljon. A semleges országok újságíróihoz közel álló körökből tudomásomra jutott, hogy az SD és az SS birodalmi vezető tudta nélkül bizonyos személyek kapcsolatot keresnek az ellenséggel, hogy előkészítsék a talajt a megegyezésre. Kérem önt, hogy javaslatom előterjesztése érdekében személyesen fogadjon engem. Engedje meg, hogy részletesebben tájékoztassam önt, és kapcsolataimat felhasználva tervet javasoljak ennek a túlságosan valószínű feltevésnek a kivizsgálására. Von Stirlitz, Standartenführer. A felelet is kész volt Himmler számára, ha az megkérdezi, honnan szerezte értesüléseit. A három nappal ezelőtt légitámadás következtében elpusztult Pueblos Wasserman portugál híradófilm operatőre fog hivatkozni, aki szoros kapcsolatban állt a svédekkel. Az a tény, hogy kihallgatást kért a birodalmi vezetőtől, Schellenberg tudta nélkül, a szolgálati út megkerülését jelentette. Stirlitz erre is gondolt. Tudta, hogy Schellenberg minden szerdán és pénteken délelőtt a városon kívüli felderítő központban dolgozik. Ezért választotta a pénteket. Tábornok úr, parancsoljon! A beszélgetés ideje maximum 10 perc. Ön a következő, Standartenführer. A beszélgetési idő 3 perc. A 15-öst. Zoller beszél. Azonnal kérem a jelentést a Reichsführer számára a tegnapi légitámadás áldozatairól. A berliniről, persze, hogy a berliniről. Erre nem számíthatott Stirlitz. Paul tábornok van bent a gazdasági osztályról. Bejelentsem, vagy bemegy anélkül? Szükségem van magára, Stirlitz.
Fél óra múlva visszajövök. Mit keres maga itt? Önt nem találtam. Jelenteni akartam, de ő nem volt itt. A repülőtéren volt, az ügy pedig sürgős. A hősi halált halt Erich Kroll ezredes családjáról van szó, brigádefűrer. Mi van velük? Holnap indul az utolsó szerelvény a kollégák családjaival. Mindenkit elszállítanak. Csak éppen Erich Kroll családjának nem tudtak helyet szorítani. Hogy nem tudnak helyet szorítani? Gazemberség. Adja ide. Tényleg gazemberség. Felháborító dolog. Kroll ezredes az első perctől hű harcosa volt a mozgalomnak. Alig temették el, de gyorsan tudunk felejteni. Ha megengedi, felhívom a birodalmi vezető nevében a gazdasági hivatalt, és mindent elintézek. Ez lesz a legjobb. Intézze el, legyen szíves. Zollner, tessék. Brigádefűrer. Ki az? Holman. Na és, miről van szó, Standartenfűrer? Várják ön, brigádefűrer. Már is megy. Szükségem van magára, Stirlitz. Micsoda hangja van. Úgy rezegteti a hangját, mint egy bombiván. Mindenkit el akar bűvölni a búgó baritonjával. Én sajnálom a szánsegédeket. Folyton a fontosság látszatát kell kelteni ők. Nehogy kiderüljön, nincs is szükség rájuk. Nem, téved. Szánsegédekre szükség van. A szánsegéd nélkülözhetetlen. A szánsegéd olyan akár egy szép vadászkutya. Két kihallgatás között csevegni is lehet vele, és ha mutatós, a többi vadász még irigyli is. Ismertem egy fickót, aki nem csak szánsegéd volt, de egyben impresszárió is. Mindenkinek a gazdája zsenialitásáról áradozott. Végül is autószerencsétlenséget rendeztek neki. Túlzásba vitte az áradozást. Unalmassá vált. Maga találta ki, vagy megtörtént? Csak kitaláltam. Ügyes. És Kroll ezredes családját is csak kitalálta, mi? Csak ugrattam. Hely, Hitler barátaim. Hely, Hitler. Hely. Müller barátom. Nem újság, ördögök. Már megint valami ravasságon törik a fejüket? Azon bizony. És miért ne? Mi a mi ravasságunk a magukéhoz képest? Magukhoz mértem, mi istenangyalkái vagyunk. Ez nekem szólt. Egyébként hízelgő, ha az embert ördögnek tartják. Így, ha meghalunk, legalább az emlékünk megmarad. Még ha nem nevezhető is a legjobbnak. Jól van, Holman. Tiszta munka volt és gyors. Mindenkinek azt, amit megérdemel, igaz? Érdekes, csak most veszem észre, hogy ez a Dietrich olyan szeplős, mint a pulyka tojás. Maga ismerte? Úgy tudom, az ön egyik segédtisztje volt. A másik kettő is. Teljes őrségváltás. Térjünk a tárgyra, Stirlitz. Szükségem van a maga papjára. Szükségem van a papjára. Schlag-lelkészre. Jól mondom, tényleg Schlagnak hívják? Egészséges? Még mindig a húgával és az unokaöcsével lakik Zellendorfban, a Gartenstrasse 2-ben? Igen, egészséges, és változatlanul a Gartenstrasse 2-ben lakik a húgával együtt. Szükségem van a papjára. Tudja, el akarom küldeni Svájcba. Nagyon helyes. Gondolom nem azért, hogy pihenjen a hegyek között. De nem ám. Kapcsolatot fog keresni a nyugatiakkal. Szóval az a véleménye, hogy a lelkész, amennyiben a húgát és annak gyerekeit túszként kezeljük, feltétlenül visszajön. Feltétlenül visszajön.
Legalább egy tonnás bombák, ha nem nagyobbak. Igen, jó nagyok. Elrepülnek, vagy nem? Elmennek, hogy újabb bombákat vegyenek fel. És úgy véli, hogy hazatérése után hallgatni fog róla, hogy éppen maga kérte meg, utazzék oda és teremtsen kapcsolatot? Attól függ, ki hallgatja ki. Az lenne jó, ha a beszélgetéseit tartalmazó magnószalagok önhöz kerülnének, ő pedig meghalna egy bombatámadás alatt. Gondolkodom rajta. Sokáig? Csak annyi időre kérek engedélyt, még alaposan megfontolhatom. Meddig akar fontolgatni? Igyekszem estére javaslatot tenni. Nagyon helyes. A Reichsführer nem tud az ön tervéről, vagyis arról, hogy a papot Bernbe akarja küldeni? Nem. Maradjunk abban, hogy nem. Világos? Teljesen. Nagyon örülök, Stirlitz, hogy maga ilyen remekül megért mindent. Nagyon kellemes magával dolgozni, barátom. Önnel is. De miért olyan dühös? Téved, nem vagyok dühös. Tudja, amikor tényleg az vagyok, az szinte kiül az arcomra. Most csak elgondolkoztam. Ha minden jól megy, elutazhat néhány napra a hegyekbe. Ott Isten ilyen lehet most sielni, a kékes-fehér hóban. Az ember lebarnul. Micsoda remek dolog. De sok mindent elfelejtettünk a háború alatt. Az a baj, hogy elfelejtettük önmagunkat is. Mint ahogy az ember egy nagy ivás után a ruhatárban felejti a kabátját. Igen, mint a kabátot a ruhatárban. Hmm. Mikor hagyta abba a versírást? Nem is kezdtem el. Kis hazugság nagy bizalmatlanságot szül, Stirlitz. Meg is esküszöm rá. Mindenfélét irkáltam, de verset soha. Miért nem? Szinte betegesen iszonyodom a költészettől. Lebukás szélén állt. Most, jó két órával azután, hogy kilépett Himmler városszobájából, világosan megértette, hogy a lebukás szélén állt. Ennek ellenére ezt a napot élete egyik legszerencsésebb napjának tartotta. Valóban óriási szerencséje volt.
Először azért, mert életben maradt, másodszor pedig azért, mert sikerült megtudni a legfontosabbat, a tárgyalások Himmlertől indulnak ki. Könnyen megtörténhetett volna, hogy az egész ott zajlik le az orra előtt, és nem sejt róla semmit. Ez is előfordulhatott volna. De megtudta, és ez a lényeg. Arra is rájött, hogy Schellenbergnek már akkor komolyabb tervei voltak a pappal, amikor ő még csak játszadozott ezzel a gondolattal. Ezért egyezett bele olyan könnyen Schellenberg a szabadlábra helyezésébe. Most, hogy mindezt tudta, hozzákezdhetett az akcióhoz. Tehát Stirlitz azt már tudta, hogy a pap csalétek lesz Schellenberg játékában. De milyen játékban, miféle akcióban, arról még fogalma sem volt. Csak az bizonyos, hogy a pap figyelem elterelő figura lesz ebben a játékban. Így tervezi Schellenberg. De arról sejtelme sincs, hogy a papnak Svájcban komoly kapcsolatai vannak. Úgy kell tehát irányítanom Schlagot, gondolta Stirlitz, hogy befolyását azok ellen használja fel, akik őt az én nevemben Svájcba küldik. Stirlitz eredetileg kapcsolatot akart szerezni a pap révén, de a dolgok alakulása folytán ennél bonyolultabb szerepet adott neki. Olyan legendát kell költeni róla, ami ráirányítja a nyugatiak érdeklődését annyira, hogy rajta kívül egyetlen némettel se akarjanak tárgyalást kezdeni. De a pap egyedül kevés, tartalék is kell, még valaki. Feltétlenül kell még egy megbízható ember, olyan, mint Pleissner volt, aki hosszú éveken át segítette Stirlitzet. De a professzor meghalt, és halálával megszakadt a kapcsolat a német ellenállókkal. Ilyen munkatársat találni nem könnyű, és egy nap alatt nem is lehet. Hans! Tessék, parancsoljon, Bolzen úr. Hozzon nekem egy kávét. Tej nélkül, mint rendesen. Igen. Tehát szükség van még egy emberre. Szükség van a tartalékra. Ez világos. És világos egyéb is. Stirlitz Himmler segítségével akarta megszervezni a fedőakciót. A történtek után Himmler kiesett. Újból keresni kellett valakit, nem kevésbé fontos szemét, akinek a támogatására építeni lehet. 1945. február 23. Stirlitz úgy döntött, hogy ezen a napon szabad estét engedélyez magának. Hiszen február 23-a a Vörös Hadsereg napja. Iszájev ezredes ezt a napot mindig megünnepelte, és mindig a körülményekhez alkalmazkodva.
Leningrád, 1942. Kenyérfejadag decemberre. Stalingrád, 1943. Moszkva, 1944.
1945. február 23. 21 óra 35 perc. Eisman már napok óta foglalkozott a Stirlitz dossziékkal. Miközben a dokumentumokat lapozgatta, folyton az járt a fejében, miért lett egyszerre kegyvesztett Stirlitz. Fritz Schlag katolikus lelkészügye. Letartóztatásának napja 1944. június 23. Vád, államellenes tevékenység és a Führer elleni összeesküvés. A letartóztatási parancsot két feljelentés előzte meg. Barbara Krajné és Robert Holzeré. Mindketten Schlag egyházközségének tagjai voltak, és feljelentésükben azt állítják, hogy Schlag lelkész a prédikációiban a békére és a népek testvériségére buzdít. Elítéli a háború barbárságát és a vérontás esztelenségét. Tárgyilagos ellenőrzés megállapította, hogy a lelkész több ízben találkozott Krause volt miniszterrel, aki jelenleg Svájcban él emigrációban. Jó viszony alakult ki közöttük, de arra nézve, hogy a lelkész és a volt miniszter között politikai együttműködés is volna, semmiféle bizonyíték nincs. Ez már nem értette, miért foglalkoznak Schlag lelkész ügyével a felderítők. Miért nem tették át a Gestapohoz? Miért érdeklődnek iránt a Schellenberg emberei? Erre a választ egy rövid feljegyzésben találta meg, amelyet az aktákhoz csatoltak. Schlag lelkész 1933-ban két ízben utazott Angliába pacifista kongresszusra. Eisman ebből megértette, hogy a kapcsolatai iránt érdeklődnek. Arra kíváncsiak, hogy kikkel találkozott ott. Ezért vette kézbe a felderítés, és ezért bízták Stirlitzre. Tehát tehet erről Stirlitz? Feladatot kapott és végrehajtotta. Kapcsolja a különleges nyilvántartót. Eisman, a negyedik osztályról. Üdvözlöm. Kérem, nézzen utána a kartotékjaiban. Készült-e hangfelvétel Schlag lelkész kihallgatásáról, melyet Stirlitz Standartenführer vezetett? Igen. Igen. Rendben van. De tegyük fel, ha nem volna lelkész. Ennek semmi értelme, hiszen az vagyok. Jó, akkor másképp teszem fel a kérdést. Ha megtiltanák önnek, hogy papi tevékenységet folytasson, bekapcsolódna a rendszer elleni harcba? Ezt ön egyszer már megkérdezte tőlem. 9 nappal ezelőtt, amikor elvitt vacsorázni abba a furcsa vendéglőbe. A Goromba Gottliebhez. Akkor annál inkább felelhet. Harcolna a rendszer ellen, ha a papi működését betiltanák? Nem tudom. Egész életemben gyűlöltem az erőszakot. De minden ember számára eljön a perc, amikor úgy érzi, többé már nem képes tűrni. Mondja csak, szörnyű volt a börtönben? Számomra mindez a 11 év szörnyű volt, amelyet az önök uralma alatt töltöttem. Demagógia. Magának az az idő volt rettenetes, amit a börtöncellában kellett töltenie. Természetesen. Természetesen. Nem szeretne még egyszer oda kerülni, ha valami csoda folytán kiszabadulna innen. Egyáltalán nem szeretném a dolgom volna önökkel. Nagyszerű. És ha én egy feltételt szabnék önnek, ami lehetővé tenni az ön kiszabadulását. Nem, na, várjon, én... nem arról van szó. Épp elég ügynökünk van. Mert ha jól sejtem, erre gondolt, igaz? Nem? Igen, erre. Na, látja, kérem. Nos, az én feltételem a következő.
Arra szeretném rábeszélni, hogy őrizze meg velem baráti kapcsolatát, emberi kapcsolatát. Ön csupán jó indulattól vezettetve akar rajtam segíteni? Vagy valami számításból? Persze, hogy számításból. Beláthatja, hogy ez esetben meg kell győződnöm arról, hogy a cél, amelyet követ, jó szándékú-e. Mert ellenkező esetben nem tudnék igent mondani. Vegye úgy, hogy a céljaim jó szándékúak. Mit kell tehát tennem céljai érdekében? Vannak barátaim, ismerőseim, a fontosabb állami intézményeknél. Újságírók, pártfunkcionáriusok, tudósok, katonák, egy szóval személyiségek. Nem, ezek nem ellenzékiek. Valamennyien fanatikus hívei a rendszernek. Azzal tenne nekem szívességet, ha ön elbeszélgetne velük, feltéve persze, ha rávehetem a parancsnokságot, hogy engedje ön szabadon. Nem kérek írásos beszámolót ezekről a beszélgetésekről. Azt nem garantálom, hogy a szomszédban nem lesz lehallgató készülék, de hát elmehet egy parkba, vagy az erdőbe is beszélgetni. Minden esetre szeretném megtudni az ön véleményét a jónak vagy rossznak azon mértékéről, amely ezeket az embereket meghatározza. Tehet nekem eféle baráti szolgálatot? Azt hiszem, vagy túlságosan megbízik bennem, és olyasmihez kéri a támogatásomat, amiben valószínűleg senkire sem tud támaszkodni. Vagy pedig provokálni akar. Mert ha így van, a beszélgetésünk zsákutcába jut. Amennyiben? Ismét nem találjuk meg a közös nyelvet. Ön az erőszak híve marad, én pedig humanista, aki minden erejét összeszedi ahhoz, hogy ne váljék az ön eszközévé. Mi győzné meg arról, hogy nem akarom provokálni? Nézzen a szemembe, kérem. Akkor hát vegyük úgy, hogy a tárgyalás a két fél kölcsönös megelégedésével zárult, és ezzel a szerződésünket is megkötöttük.
Eisman beszél. Kérem a jelentést a pap börtönben tanúsított viselkedéséről, tehát a magatartásáról, a kapcsolatairól, cellatársaival folytatott beszélgetéseiről. Mindent a legapróbb részletekig. A jelentés, amelyet egy óra múlva az asztalára tettek, Eismant a legnagyobb mértékben meglepte. Schlaglelkészt ezért februárjában elbocsátották a Moabit börtönből. Az aktából nem derül ki, vállalta-e, hogy az SB-nek dolgozzék, vagy a szabadulását valami előttünk érthetetlen dolognak köszönhette. Schellenberg csupán az elbocsátására adott utasítást. A továbbiakra semmi parancs nincs az akták közt, csak az, hogy Stirlitz megfigyelése alá kell helyezni. Ennyi az egész? Csak nem ennyi. Még annyit tudunk róla, hogy a pappal szabadulása után a 6. osztály különleges ügynöke foglalkozott. Hol vannak a jelentései? Stirlitz Standartenführerrel volt közvetlen kapcsolatban. Hangfelvételek nem készültek? Nem. Az akció érdekében nem készült hangfelvétel. Keríts elő azt az ügynököt. De úgy, hogy csak 3 ember tudjon a dologról. Ön, én és ő. Bemutattuk a Tavasz 17 pillanata című filmsorozat 4. részét. A forgatókönyvet írta Julian Szimjonov. Rendezte Tatjana Lioznova. Fényképezte Piotr Katajev. Zene Mikhail Tarivergyiev. Idő soha-soha meg nem áll, az órák róják szüntelen az útjukat, a pillanat úgy illan tovaszáll, mint gyors folyón suhanó hab, épp annyi csak. Csak fut velünk az idő, mely irigy, és volt-volt napokat örökre eltemet, de nyomukat majd tovább őrzi a szív, és újra kél a múlt, ha emlékét pergetett, korsonat, melyet fed vak homály, a játszmát hol szabály, hogy csak az nyer ki mer, amelyben rád bukás vagy győzelem vár, az életed a tét röpke perc dönti el. Az idő soha-soha meg nem áll, az órák róják szüntelen az útjukat, a pillanat úgy illan tovaszáll, mint gyors folyón suhanó hab, épp annyi csak a pillanat.